A turizmusban látja a kitörési pontot a 67-es útjáról is ismert Somogy megyei város, Kaposvár. Kaposvár a Kapos folyó két partján a Somogyi dombság területén fekszik, csodálatos környezetben a Zselic lankái között. A Balaton 50 kilométerre, a Mecsek és Pécs 60 kilométerre, Budapest 190 kilométerre van Kaposvártól, így igazán nem kell sokat utazni ahhoz, hogy ellátogassunk a festői városba. Kaposvár folyamatosan épül, szépül, belekezdtek a Desedató ökoturisztikai fejlesztésébe, 2 milliárd forintból épül az Agórának nevezett kulturális központ, és átadásra vár a nagy piac is, amelyet a városvezetés a külföldi példákhoz hasonlóan turisztikai célponttá szeretne varázsolni. Vendégünk Szita Károly, Kaposvár polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Polgármester úr, 2008-ban az év települése 5 csillagos város. Kontra mondjuk kulturális város, kontra mondjuk foci. Melyikre a legbüszkébb? Mindegyikre. A futballra most különösen, mert kezdődik hamarosan a bajnokság, és remélem, hogy meg tudjuk ismételni a tavalyi sikert. Pikáns meccsel kezdődik, Fradival kezdődik. Az örök mumusa lesznek hát a Fradinak? Egyrészt az örök mumus, másrészt pedig miattuk a Fradinak az évszázad legjobb edzőjét, a Pruckner Lacit, aki oda ment, ő Kaposváron volt 7 esztendeig edző, és ott testnevő tanár a városba. Leszerelte tavaly a fél csapatunkat, Sisa Tibor egy nagyon jó csapatot épített, most jöjjön a Fradi, aztán megverjük. Akkor lehet azt mondjuk feltételezni, hogy a taktikát, amivel a Fradi fel fog állni önök ellen, azt ismerni fogják, hisz az önök embere írja, ha van ilyen. Hát mi szurkolni tudunk, az edzői és a csapatjátékosai pedig a feladat, hogy győzzenek is, mert azért megyünk ki a meccsre. Na, nem téfaként mondtam, amit mondtam, de kérdésre visszatérve mindenre. Szóval mindegyikre büszkék vagyunk, mert akkor, amikor egy-egy pénzt, egy-egy forintot, 10 forintot, 100 forintot elköltünk, akkor egyetlen egy cél vezérel bennünket, a legfontosabb, hogy segíti a munkahely megőrzést, vagy pedig új munkahelyeket hoz létre. Menjünk is akkor rögtön bele, segítette a munkahely megőrzést? Tapasztalta esetleg olyat, hogy elindul egy kivándorlás az önök városából? A KSM minden esztendőben, vagy minden második esztendőben méri az úgynevezett migrációs indexet. Hányan jönnek az adott településre, és hányan mennek az adott településre. A nagyvárosok közül hosszú éveken keresztül mi voltunk pozitív, vagy nulla körüli mérlegben, és erre méltán büszkék vagyunk, mert ez az, amely meghatározza a későbbiekben is a stratégiánk. Ennek is köszönhető talán, hogyha valaki mondjuk 5 évvel ezelőtt járt az önök városába, akkor rá se ismert, tehát sikerült annyi mindent építeni, és ezáltal munkahelyeket teremteni, hogy az emberek ott maradtak? Sokat számít a város hangulata. Azt mondják a különböző tanulmányok, hogy ma már egy-egy befektető nem az alapján választ magának települést, hogy mennyi a helyi adója, mekkora a telekár, amit fizetnie kell. De van, de hát mindenhol van. Minden a hiba is lenne, hogyha nem lenne. Nem az alapján választja meg a települést, hanem az alapján, hogy milyen a településnek a hangulata. A település hangulata megfogja, akkor jön. Ha a település hangulata nem fogja meg, hiába nincs iparüzési adó, akkor sem azt fogja választani. Vagyis akkor, amikor a belváros átalakítására döntöttünk, akkor is azt mérlegeltük. Nem csupán szépészeti beruházást hajtottunk végre. Nem csupán, amiatt, ha bár az is fontos, nem csupán azért építettük, hogy nekünk tetszen, meg nekünk miért nem jár meg az, ami tőlünk nyugatabbra élő embereknek megjár, hanem befektetési szándékkal is tettük mindazt, amit tettünk. És hogy látják ez megtérül, hisz ha a város honlapjának a köszöntőjét nézem, akkor a következő sorok találhatók Dél-Dunántúl, talán még az ország turisztikai kínálatának is a legszínesebb palettájával találkozhat itt az ember. Ugye itt gondolunk már akár az Igali fürdő részre is. Nálunk a turizmus még nem munkahelyteremtő iparág, de azzá kell válnia. Ehhez viszont infrastruktúrát építünk, kulturális, gyógyászatot, turizmust, belváros hangulatát, Triprónait, Deseda kerékpárutat. Azért, mert nem akarunk úgy járni, ahogy 2 évtizeddel ezelőtt jártak a falusi turizmussal. Ha visszaemlékszik, ha bár ön még fiatal, ő nem emlékszik rá, akkor beszéltek róla, hogy gyertek faluba, szabadságot eltölteni, nagyon szép lesz, nagyon jó, lovak, tehenek, tejet ihattok, minden csodálatos lett. Viszont infrastruktúrát nem építettek mögé. Elment a vendég, aztán másnap hazament, nem éreztem jól magam, nem menjetek ide, még elmondta a szomszédnak is. Először infrastruktúrát építettünk és építünk ki Kaposváron, és azt követően kezdjük el magát a promóciót. Hát most lesz augusztusban Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál, másodszor ebben a városban. Tavaly 100 millióan hallgatták a BBC-n keresztül a rádióba, és rengeteg vendégünk volt. Azért
csináljuk most újból, hogy újból több vendég jelen. Ugye a fiatalokat is, bocsánat, polgármester úr, de a fiatalokat is megpróbálják ott tartani, hisz gondolom azért jött létre 2000-ben a Kaposvári Egyetem, hogy például a színész növendékek ne csak Budapesten tanulhassanak. Hát nem csak a színész. Kaposvári Egyetem azért jött létre, mert hogyha megnézi a hasonló nagyságrendű nyugat-európai városok fejlődésének a történetét, akkor azt látja, hogy amelyik egyetemmel rendelkezett, azok dinamikusabban fejlődtek. Ezért küzdöttünk a Kaposvári Egyetemért. Ezért hoztuk létre azt az ösztöndíj alapot, amely támogatja és segít akár havi 25 ezer forinttal is azon diákokat, akik Kaposváron telepednek le azt követően, és Kaposváron helyezkednek el. Vagy ezért hoztuk létre a másik támogatási alapot, amely a kúrens szakmákba számító és hiány szakmát képviselő szakembereket hoz a Kaposvárra. Egy forintért kapnak 5 millió forintot érő telket, hogy ott építkezzenek. Ezek mind azt a stratégiát szolgálják, azt a nem kis célnak az elérését, hogy az évtized végére Kaposvár az Európai Uniós foglalkoztatási szintjével rendelkezzen. Ehhez mindegy 9 év alatt még 1800 új munkahelyet kell létesíteni. És mit tud segíteni a városon, vagy kell a városon segítenie önnek, mint a Megyei Jogú Városok Szövetségének társelnöket? Mit tud onnan mondjuk elintézni a kaposváriak érdekeit tekintve? Nem csak a kaposváriak, ha bár nyilvánvaló, hogy az a legfontosabb, egy új struktúrát. Szóval akkor, amikor újra szervezi az ország a kormányot, akkor a kormány az országot, akkor az önkormányzatokat is újra kell szervezni. Most végre bekövetkezik az, hogy az elmúlt 8 esztendőben kértünk. Hát az volt az elmúlt 8 esztendőben, hogy kaptuk a feladatot, aztán vitték a pénzt, vagyis nem adtak hozzá. Azt mondtuk akkor, hogy nincs ennyi, hogy ennyi feladatot adtok, de hogyha adjátok, akkor legalább a pénzt adjátok mellé. Vagy adjátok oda pénzt, vagy vegyetek vissza feladatot. Most az új kormány visszavesz feladatokat, sokkal stabilabban fognak tudni működni az önkormányzatok, és végre úgy tűnik, hogy olyan gazdaságpolitikát folytat, amely, mert a munkahelyteremtést mindig a kormányok gazdaságpolitikája határozza meg, olyan gazdaságpolitikát folytat, amelyhez az a kevés, amit mi hozzá tudunk tenni, az valós munkahelyekbe fog megnyilvánulni. Tehát akik Kaposvárt látták mondjuk 5 évvel ezelőtt, újra menjenek el, mert teljesen megváltozott a város. És vegyenek egy térképet, mert el fognak tévedni. Polgármester úr, köszönjük szépen, köszönöm, mi ott szépen leszünk. Szép estét, viszontlátásra!